Utátadás. Nettó 3,3 milliárd forintból épült meg a Nyíregyházát nyugatról elkerülő út 4,5 kilométeres szakasza. Javuló életminőség. 6 település szennyvíz elvezetését és tisztítási problémáit oldotta meg a délnyírségi szennyvízberuházás. Elszámolási viták. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 kivitelező esetében 11 beruházást vizsgálta a teljesítés igazolási szakértői szerv, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. Elkészült a nyíregyházi nyugati elkerülő második szakasza, így az M3-as autópályáról közvetlenül el lehet érni a 36-os számú főutat. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elkerülő út második üteme, azaz a 4,5 kilométer hosszú szakasz és a hozzá tartozó körforgalmú csomópontok építése februárban kezdődött el. A beruházás nettó 3,3 milliárd forintból valósult meg. A nyugati elkerülő megépítése már a 2000-es évek elején felvetődött, első üteme végül tavaly ősszel készült el, akkor egy 2,2 kilométer hosszú kétszer egysávos utat adtak át, a szakasz az M3-as autópályától a Kálmánházi útig ér el. A műszaki tartalmát tekintve ugyanúgy 90 km per órás tervezési sebességgel rendelkezik, mint a most átadandó Nyíregyháza nyugati elkerülő második ütem, amely már 36-os számú főútig tart. Ez egy 4,5 kilométeres rész, amelyet ma megnyitunk a forgalom számára. Ezzel mintegy 10 perccel csökkenthető a menetidő az M3-as és a 36-os számú főút között, valamint ugye egy közvetlen összekötetés jön létre a Nyíregyházi Ipari Parkkal, illetve a belváros forgalmát is, ipari forgalmát is elvezeti ezen az útszakaszon. A rendezvényen Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a második ütem átadásával kisebb lesz a forgalom a megyeszékhelyen, az elkerülőnek a tervek szerint pedig lesz folytatása egészen a 38-as főútig, azaz a Tokaji útig. Erről már a közlekedés politikáért felelős államtitkár szólt. Tasó László hozzátette, tudomása szerint Kovács Ferenc polgármester, a miniszterelnök az állam támogatását kéri majd ez ügyben. Láttam már számokat is egyébként, de ebben még nagyon sok csomópont átépítés is benne van. Tokaji úti csomópont átépítés és többek között. Sóstó felé is le kell egyébként egy csatlakozást kötni belőle. Úgyhogy 18 milliárd forint környékén van a teljes befejezése. Nekem az az érzésem, hogy támogatást fog kapni ez a kérés. Az átadó ünnepségen az államtitkár hozzátette, közútfejlesztésre az előző uniós ciklusban 900 milliárd forintos uniós forrást tudtak felhasználni, viszont a jelenlegiben 465 milliárd áll majd rendelkezésre. Emiatt is jelentős véli Tasó László, hogy a magyar állam vállalta, ehhez még további legalább 750, de akár 1000 milliárdos keretet ad hozzá. Az államtitkár televíziunk az elkerülő út díjmentességével kapcsolatos kérdésére is válaszolt. A személy gépkocsik számára ez nem lesz nyilvánvalóan díjmentes, vagy díjmentes marad, és nem lesz díjfizetési kötelezettsége. Egyébként meg valamennyi esetben mindig megvan a kivárási idő, és felkészülhetnek rá azok, akiknek egyébként fizetési kötelezettsége lesz. Tehát a 338-asnak a műszeri rendelettől függően kell majd, de csak tergépkocsik esetében esetleg fizetni, de még ez nincs eldöntve ez a rendelet. Az elkerülő átadásán a hivatalos szalagátvágásnál Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselői is jelen voltak. A megye szempontjából azért kiemelten fontos ez a beruházás, hiszen magában a területfejlesztési koncepcióban ugye megfogalmaztuk azokat a gazdasági célokat, amelyeket szeretnénk megvalósítani, és hát utak nélkül ezek megvalósítása, a befektetők idecsábítása, azt hiszem, hogy egy elég lehetetlen feladat, és minden egyes útszakasz, amelyet átadunk, az hozzájárul ahhoz, hogy a területfejlesztési koncepcióba, illetve a stratégiai programokba, sőt mondhatom azt, hogy az integrált területi programba megfogalmazott célokat megvalósíthassuk minél hatékonyabban. Ez segítségére van mind a megyei önkormányzatnak, mind a megyeszékhelynek és mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeknek. Az Európai Uniós, valamint hazai forrás bevonásával elkészülő beruházásban többek között körforgalmú csomópont épült a Rókabokori bekötőútnál, valamint elkészült a 36-os számú főútnál, azaz a Tiszavasvári útnál is egy körforgalom.
Lezárult a Délnyír Ségi szennyvízberuházás. A projekt 6 település szennyvíz elvezetését és tisztítási problémáit oldotta meg. A beruházás keretében megvalósított munkák összköltsége közel 4,5 milliárd forint volt. A fejlesztés eredményének köszönhetően az érintett településeken több mint 24 ezer lakos életminősége lett jobb a korábbinál. Összességében több mint 55 kilométer csatorna épült meg a beruházás részeként. Az új fejlesztésű gravitációs csatornarendszerre 3500 ingatlan tud rácsatlakozni. Az érintett településekről összegyűjtött szennyvizet az új Encsencsi és a bővített, felújított Nyírbátori telepen tisztítják meg, hangzott el a Délnyírségi szennyvízberuházás projektzáró rendezvényén. Ez 6 települést érint, Nyírbátor, Nyírgyula, Nyírvasvári, és Encsencs, Nyírbéltek és Pirice településvezetői hozták létre ezt a társulást annak érdekében, hogy a 6 településen megoldásra kerüljön a szennyvíznek az elvezetés és a szennyvíznek a korszerű tisztítása. Ugye ez 6 település nagyon nagy területet is érint, 24 ezer lakost is érint, ezért ez ugyan együtt lett a projekt elkészítve, és együtt pályáztuk meg ehhez a támogatási összeget, a pályázatkor ez 4,5 milliárdos beruházási költséget jelentett, amihez a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásában részesültünk, mintegy 95%-os támogatási arányban. A Délnyírségi Szennyvízberuházási Társulás 2008-ban jött létre az érintett települések vezetőivel, hogy közösen alakítsanak ki a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szennyvízcsatornát és tisztító telepeket. Nyírbátor abban a vonatkozásban érintett, hogy egy működő szennyvíztelepet bővítettünk és újítottunk fel, amelyhez két szomszédos település, Nyírvasvár és Nyírgyulaj tudott csatlakozni. Itt a városban kisebb hálózatrekonstrukció és kisebb bővítés valósult meg, hiszen a korábbi években Nyírbátor már kiépült a szennyvízhálózat, és már évek óta működik, de ezzel a fejlesztéssel egy kicsit tudjuk bővíteni a kapacitást, és talán hatékonyabbá tudjuk tenni a működést. A beruházás keretében Piricsén, Nyírbélteken és Encsencsen új szennyvízhálózat épült ki, valamint Encsencsen egy közös telep gondoskodik a szennyvíz megtisztításáról. A teljesítés igazolási szakértői szerv 2013-as fennállása óta közel 400 esetben vizsgálta az építőipart érintő vitás elszámolási eseteket. A vitatott összegek nagysága idén októberig elérte a 10 milliárd forintot. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 21 kivitelező esetében 11 megyei beruházás volt érintett elszámolási vitában, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. A teljesítés igazolási szakértői szerv 2013-ban kezdte meg működését azzal a céllal, hogy csökkentse az építőipart érintő elszámolási vitákat és a lánctartozások mértékét. 2013-ban az építőiparban felmerülő elszámolási viták nagysága országos szinten elérte a 400 milliárd forintot. Körülbelül 2,5 éve működünk, és végül is a teljesítés igazolások vizsgálatára vagyunk szakosodva, illetve hát a mellékkötelezettségek ellenőrzésére, tehát ott, hogy a bankgaranciát jogtalanul vagy versenyszerűen ne hívják le. Ezek a teljesítésigazolási vizsgálatokra vonatkozó kérelmekből már körülbelül 400-at adtak be hozzánk, tehát egy viszonylag magas szám tartozik. Mindez abból ered, hogy elég gyakran nem fizetik ki a vállalkozókat az építőiparban az elvégzett munkájukat követően, és végül is a mi vizsgálatunk azt célozza meg, hogy ezek a teljesítések megtörténtek-e, illetve teljes körűen jár-e a kérelmezőnek vagy a vállalkozónak a kifizetés. Az építőipar területén jellemzően a magas építés érintett az elszámolási vitákban. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei esetek közül 11-ben tettek panaszt olyan vállalkozás ellen, aminek itt volt a telephelye, valamint 18 kérelmező telephelye is a megyében található, hangzott el a vitarendezés lehetőségéről tartott konferencián Nyíregyházán, ahol a megyei építésfelügyelet képviseletében Názon Gyula osztályvezető elmondta, az elszámolásokat megelőzően a kivitelezések során is találkoznak vitás esetekkel.
Több esetben van sajnos olyan, de egyre javuló tendenciát mutat, hogy a kiviteli tervtől eltérnek, építésengedélytől eltérnek. Ezek azért már az utóbbi évek folyamatos ellenőrzései és a tapasztalatok is az építési folyamatban résztvevőknek az egyre inkább jogkövető magatartása miatt ezek sokat javultak ettől függetlenül. Sokszor kisebb problémák vannak a jogosultsági kérdésekkel, amelyek a kivitelezőkre, egyéb résztvevőkre, műszaki ellenőrökre, felelős műszaki vezetőkre vonatkoznak, de ez is általában már azért az utóbbi években sokat javult. A rendezvényen elhangzott, az építéseket érintő szabályszegések figyelmeztetéssel vagy bírsággal szankcionálhatóak, míg az elszámolási és teljesítési vitákat leggyakrabban közös megállapodással zárják, vagy végső esetben bíróság érvényesíti a megítélt követelést. Érthetetlen, hogy miért húzódnak két éve az előkészítő munkák az új Európai Uniós költségvetési ciklusban, mondta az MSZP Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alelnöke nyíregyházi tájékoztatóján. Csabai Lászlóné azt hangsúlyozta, az új ciklussal kapcsolatosan pozitív elem például, hogy már régóta lehet tudni, hogy a megyék és nagyobb városok milyen keretösszegekkel tervezhetnek 2020-ig, ám negatívum, hogy a ciklus második évének végén még nincsenek kiírva a pályázatok. Leghamarabb itt jövő év végére lehet majd beruházást elkezdeni, és ennek az a következménye, hogy gyakorlatilag a beruházások a választási ciklus végére fognak megjelenni, mintha tudatosan az lenne a cél, hogy a választási időszakban dübörögjön itt a gazdaság, meg minden nap lehessen szalagot átvágni. Ez nem jó. Nem jó azért, mert jó lenne, ha minél több pénzt minél hamarabb le tudnánk hívni az Európai Unióból. Nem jó azért, mert az építőiparnak egy ciklikusságot ad, és azt gondolom, hogy ez nem helyes. Nyilvános vitára hívja a kormánypárt képviselőjét a nemzeti földvagyon privatizációjának kérdésében a Jobbik, jelentette be nyíregyházi sajtótájékoztatóján Adorján Béla, a párt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei elnöke. A politikus elmondta, a Jobbik részéről Magyar Zoltán, a mezőgazdasági kabinet vezetője várja a megkereséseket. Nagyon-nagyon szeretnénk felvilágosítani a megye lakosságát, és mi is szeretnénk felvilágosultak lenni, hogy miért van arra szükség, hogy értékbe bocsássuk talán az utolsó legjelentősebb nemzeti vagyonunkat. Hogyha nem kapunk válaszokat, akkor teljesen értetlenül állunk a kérdések előtt, és én nekem meggyőződésem, hogy a megye lakossága sem érti és nem is tudja, hogy mi történik most körülötte, és milyen módon fogja ez befolyásolni az elkövetkezendő időben a megye lakosságának életét. Ezért úgy gondoljuk, hogy a legbecsületesebb és legtisztességesebb módja a politika részéről az, hogyha nem vádaskodik, vagy politikai lózungokba bocsátkozik, hanem nemes egyszerűséggel ellenzéki pártként meghívja egy nyilvános sajtóvitára a kormányzati politikának bármely olyan szereplőjét, aki vállalja velünk ezt a vitát. Hárman megsérültek és két autó tört totálkárosra abban a balesetben, amely kedden kora este történt az M3-as autópálya nagykállói lehajtójánál. Egy idős férfi megpróbált megfordulni az autópályán, amikor összeütközött egy német rendszámú gépkocsival. A könnyebb sérülteket a mentők a helyszínen ellátták, az anyagi kár jelentős. A reformáció emléknapja alkalmából tartottak ünnepséget Máté Szalkán. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Idén is hárman kapnak Prima díjat Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, tájékoztat a televíziónkat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Comba Csaba hangsúlyozta, a megyei listán 10 kategóriában 10 a saját szakterületén kimagasló eredményeket elért jelölt szerepel. Harmadik mérkőzését is megnyerte az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a Debrecent fogadta, és a vendégek 80-55-ös vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. A reformáció hazai megszilárdulásában a szatmári térségnek kiemelkedő szerepe volt. Itt terjedt el először Magyarországon, hangzott el a reformáció emléknapja alkalmából tartott ünnepségen Máté Szalkán. A rendezvényen részt vett az emberi erőforrások minisztere, aki szerint a reformáció, a megújulás, az egész nemzet értékteremtő összefogása, amire minden magyar embernek szüksége van.
A reformáció vagy hitújítás a 16. században indult Nyugat-Európából a katolikus egyház hibáinak bírálataival. Luther Márton az általa megfogalmazott 95 tézisét 1517. október 31-én szögezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára. Máté Szalkán 1989-ben kezdték el megünnepelni a reformáció emléknapját, 1999-ben pedig az országban itt emeltek először egész alakos Calvin szobrot. Az ünnepség alkalmával azóta minden évben ezt a szobrot koszorúzzák meg, emlékezve Máté Szalka szerepére a reformáció hazai megszilárdulásában. Szatmár vármegye hamar fogékony lett a új tanukra, a reformáció tanaira. Hiszen Luther 1517. október 31-én bontott zátlót Wittenberg városában, és ezt követően 1545-ben már Erdődön elődeink zsinatot tartottak, majd Óváriban, Csengerben, Nagykárolyban is, és Tasnádon is voltak zsinatok. Ezek mind történelmi Szatmár vármegye részei, tehát a reformáció Nagy Magyarország tekintetében is itt Szatmárban terjedt el először. Az ünnepségen elhangzott, a reformáció, vagyis a megújulás ma is jelentős feladat az európai közösség és a magyar társadalom előtt is. A reformáció az a mindenkori megújulást jelenti a mi olvasatunkban, és mi azt gondoljuk, hogy különösen a mai időnkben, amikor nagyon jól tudjuk, hogy mind a hazánk, mind az Európai Unió micsoda erkölcsi, lehet így mondani, értékválságban van. Nagyon-nagyon fontos a megújulás és azt, hogy újra higgyünk egymásban, higgyünk Jézus Krisztus legfontosabb parancsában, a szeretetben. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az ünnepségen azt mondta, a megújulás az egész nemzet értékteremtő összefogása, amire minden magyar embernek szüksége van. A magyarság az mindig abban volt erős, hogy egyszerre tudtunk újítani, én most akkor ezt innovációnak neveznénk, és közben pedig a hagyományunkat megőrizni. Azok a tradíciók, azok a hagyományok, az az örökség, amit kaptunk az őseinktől a 21. században, ha nem újítjuk meg, akkor az egy múzeum lesz. És mi nem akarunk múzeumot csinálni Szent Istvánnak az örökségéből, a 16. századi reformátoroknak örökségéből, hanem egy életerőt szeretnénk belőle, ami az életünket segít. És ahhoz szükség van az innovációra, a reformációra, átgondolni azt, hogy egy 1000 éves érték, egy 2000 éves érték, egy 500 éves érték, az hogyan tud a 21. században időszerű lenni, aktuális lenni, és ebben közös bölcsességre van szükség, és egy közösségi megújulásra. Luther Mártont 1521-ben a pápa kiátkozta, halála után a tanaiból jött létre az evangélikus egyház. Idén is hárman kapnak prímadíjat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tájékoztatta televíziónkat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Comba Csaba hangsúlyozta, a megyei listán 10 kategóriában 10 a saját szakterületén kimagasló eredményeket elért jelölt szerepel. Hogy közülük kikapják az elismeréseket, az november 13-án derül ki a 10. jubileumi prímagálán. A Prima Primissima díjat 2003-ban alapították, az elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése. A díj 2005-től egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, így már 10 éve szűkebb környezetünk, megyénk kiválóságait is méltó elismerésben részesítik, emlékeztetette a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Comba Csaba kiemelte, idén is 10 kategóriában 10 jelölt szerepel a Szabolcs-Szatmár-Beregi listán. Minden évben megyei szinten 3 jelölt kaphat prímadíjat. Sajnos mi szeretnénk minden kategóriában, de hát ez a VOSZ-nak a szabályzata, erre van meg az anyagi fedezet is. Hát. És ebben az évben a 3 díjazott mellett még egy külön díjat is ki fogunk adni. A 3 prima jelölt, vagy prima díjazott, annak a díja az 1 millió forint, és a külön díj pedig 500 ezer forint lesz. Az, hogy a 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelölt közül kik vehetik majd át az elismeréseket, november 13-án derül ki. Az ünnepség az a megyeháza Bessenyi György dísztermében, a megyei közgyűlés mindig ezzel támogatja a rendezvényünket mind a 10 évben. 13. a péntek, ezt pedig reméljük, hogy szerencsét fog hozni, ezt majdnem szándékosan választottuk, ezt a dátumot. Más megyék nem választották ezt, és mi úgy döntöttük, hogy megrendezzük 13. péntekén.
Az elmúlt évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dr. Karádi Zsolt irodalomtudós, dr. Bene János a Józsa András Múzeum igazgatója és dr. Cservenyák László etnográfus a Szatmári Múzeum igazgatója vehette át a megyei Prima díjakat. Harmadik mérkőzését is megnyerte az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a Debrecent fogadta, és a vendégek 80-55-ös vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. A hibátlan mérleg megőrzésének céljával lépett pályára a Debrecen ellen az NKS, és a házigazda már az első negyedben szerzett 10 pontos előnyével jelezte, hogy nem teremhet babér a vendégeknek. A második 10 percben újabb 13 pontot tett hozzá az előnyéhez a kosársuli, így a folytatásban már csak tartani kellett a különbséget, amely 25 pontnyi lett a mérkőzés végére. A Debrecen ellen mi mindig egy ilyen kiérezett mérkőzés játszunk, tehát a Debrecen az a csapat, akinek soha nem lehet tudni, hogy mikor mire megyünk és mire nem. Tehát ugye ők egy aránylag egy ilyen agresszív, kicsit azt mondom, hogy alattomos, ez egy csúnya szó, így megfogalmaz, hogy alattomos, de nem tudni, mikor mire számíthatunk. Tehát lehet, hogy levegőnben lévő játékos fognak meglökni, lehet, hogy visszahúzzák az icedobó játékosunkat. A blokkoknál nem lehet tudni, hogy most mikor hogy fog történni az elzárás. Tehát, hogy egy Debrecen mérkőzés, az mindig érdekes mérkőzés. Ettől függetlenül mindenféleképpen azt vártuk, hogy a mérkőzés meg fogjuk nyerni. Ennek megfelelően is készültünk. Tehát készültünk a védekezéssel, a támadással egyformán, tehát vártuk azt, hogy mikor fognak beállni a zóna védekezésre. Hál' Istennek ezen a mérkőzésen se az emberfogás, se a letámadás, a zóna védekezés nem jelentett gondot és problémát. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában az MTK Budapest áll az élen 4 győzelemmel, megelőzve a még szintén hibátlan Vasast és a nyíregyházi kosársulit. Farkasinszky Gyuláné együttese legközelebb november 8-án hazai pályán a Vasast fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Elkészült a nyíregyházi nyugati elkerülő második szakasza, így az M3-as autópályáról közvetlenül el lehet érni a 36-os számú főutat. Az elkerülő út második üteme, azaz a 4,5 km hosszú szakasz és a hozzá tartozó körforgalmú csomópontok építése februárban kezdődött el. A beruházás nettó 3,3 milliárd forintból valósult meg. Lezárult a délnyírségi szennyvízberuházás. A projekt 6 település szennyvízelvezetését és tisztítási problémáit oldotta meg. A beruházás keretében megvalósított munkák összköltsége közel 4,5 milliárd forint volt. A fejlesztés eredményének köszönhetően az érintett településeken több mint 24 ezer lakos életminősége lett jobb a korábbinál. A teljesítés igazolási szakértői szerv 2013-as fennállása óta közel 400 esetben vizsgálta az építőipart érintő vitás elszámolási eseteket. A vitatott összegek nagysága idén októberig elérte a 10 milliárd forintot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 kivitelező esetében 11 megyei beruházás volt érintett elszámolási vitában, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időjárásra számíthatunk. Tőlünk délnyugatra egy ciklon alakul ki, amely délkelet felé mozog, így hazánkban jelentős változást nem okoz. Éjjel változóan felhős idő várható, párás lesz a levegő, éjszaka több felé képződik majd köd, csapadék nem lesz. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Fátyol felhős időjárás várható, szűrt napsütéssel. A köd fokozatosan mindenhol feloszlik, kitisztul majd az idő. Csapadék nem lesz holnap. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A következő napokban az éjszaka képződő ködfoltok néhol csak lassan szűnnek meg, egyébként napos, száraz időre van kilátás. A hajnali órákban kezdetben csak helyenként, a jövő héten már többfelé fagypont alá süllyed a hőmérséklet. A csúcsérték pénteken kissé meghaladja a sok évi átlagot, majd néhány fokkal gyengül a nappali felmelegedés.